A tapasztalatok azt mutatják, az általános iskolás gyerekek szülei számára nehezebb a helyzet, mint középiskolás társaik esetében. A szülők próbálják megoldani azokat a feladatokat, ami pedagógust kívánna. Borzasztóan hiányzik a mi pedagógusaink számára is a személyes kontaktus, hiszen azt gondolom, hogy számtalan olyan nevelési lehetőség adódott a tanév során, a napi munka során, amelyet egy jó pedagógus nagyon jó érzékkel ki tudott használni. Ezek most elmaradnak. Nyilván az is nehezíti a munkát, hogy egy bizonyos pontján az oktatásnak, ha a kicsikben gondolkodom, mondjuk betűtanítás, vagy a picit nagyobbakban, másodikosoknál a szorzótábla, elakadtunk. Ezt az elakadást, ezt most a szülők segítségével próbáljuk meg áthidalni, de senki ne gondolja azt, hogy mi azt várjuk a szülőktől, hogy ők tanítsák meg helyettünk azt, amit nekünk kellett volna, inkább azt gondoljuk, hogy próbálják meg a gyereket rávezetni a feladatok alapján arra, hogy azokat a digitális feladatokat, amelyeket megkapnak, az hogyan lehet gyakorlatilag megoldani. Tolnán 6 feladatellátási hely működik. Nem is szabtuk meg konkrétan, hogy melyik feladatellátási helyen a digitális kapcsolat elérését pontosan hogyan teremtsék meg a pedagógusok. Mindenhol megpróbálták az adott osztályokra az adott feladatellátási hely nevelő testületére szabva meghatározni, illetve megoldani, és igazából elmondhatom azt, hogy gyakorlatilag a 740 gyerek közül körülbelül 720-szal pontosan tudjuk napi szinten tartani a kapcsolatot. Azoknak a gyermekeknek az esetében, ahol ezt nem sikerült elérni, ott papír alapon történik meg heti egyszeri alkalommal a feladatok kiadása, illetve rá egy hétre a gyerekek visszahozzák a megoldott feladatokat, és azt szerint értékelik a nevelők. Krízis helyzet van, és bár egyelőre mindent megteszünk ennek oldása érdekében, a lelkekben ez megmaradt, mondta az igazgatónő. A pedagógusokban azért, mert nincs meg a gyerekekkel a napi személyes kapcsolat. Ezt a személyes kapcsolatot felváltotta a digitális kapcsolat, ahol természetesen egy-egy feladat után zajlik a pedagógusok számáról az egyéni visszajelzés is. Hiszen ha saját példámból indulok ki, én alsó tagozatba tanítok, harmadik osztályban etikát, és minden egyes feladat megoldás után a gyereknek személyre szabottan egyéni értékelést küldök vissza. És nagyon hálás vagyok a szülőknek, nagyon hálás vagyok a gyerekeknek, hogy ezt a kapcsolatot ők is próbálják folyamatosan fenntartani. Nagyon sokan dolgoznak Facebook csoportokba. Ahogy a szülő ráér, mondjuk a kisgyermek mellett, annak megfelelően tudja továbbítani a feladatot, és ez lehet, hogy pont egy esti időpontra esik. Tehát gyakorlatilag az ember folyamatosan érzékeli a bejövő információkat, a különféle technikai eszközök folyamatosan jeleznek, hogy ismét jött egy megoldás. Itt egy picikét magunkat is azt gondolom, hogy kell kímélni, és amennyire lehet az embernek tudni kell azt mondani, hogy most 2 óra hosszáig körülbelül nem foglalkozom vele, hogy egy picikét az ember lazítson, és egy picikét lehessen magánélete is. De egyébként azt érzem, hogy sokkal-sokkal több lett a feladat. Az iskola nem csendesedett el teljesen. Olyan munkálatok zajlanak, amelyek az állagmegóvást és javítást célozzák. Eljött az ideje annak, hogy azt a bizonyos tavaszi nagy takarítást, amit pár napba zsúfoltunk eddig bele, most akkor alaposan meg lehet csinálni, tanteremről tanteremre járva, sőt megérkeztek időközben az új bútorok is, amelyeket a tankerület rendelt az intézmények számára. Ezeket a bútorokat is akkor fertőtlenítjük, beállítjuk majd a jövendő helyükre. Karbantartónkat láttam itt a folyosón is, az elmúlt héten is minden kilincs hevert a földön, tehát gyakorlatilag újra szerelvényezi az intézményben az ajtókat. Különféle karbantartási munkákat, megkezdtük a megrendelését azoknak a festékanyagoknak, aminek a segítségével nyilván korábban fogjuk elkezdeni a festéseket. És ha adná az Isten, hogy tanév vége előtt még ismét tudjunk tanítani, akkor tiszta osztályba jönnek vissza a gyerekeink. Az óvodások az iskolai beiratkozás előtt állnak, ami a jelenlegi helyzetben komoly kihívást jelent. Máskor egy összevont szülői értekezletet szoktunk tartani városi szinten, ahol a szülőket pontosan
tájékoztattuk minden olyan lényeges dologról, ami a beiratkozással kapcsolatosan fontos, illetve elmondtuk, hogy hogyan folyik az alsó tagozatban a munka, elmondtuk a választási lehetőségeket, hogy lehet mondjuk nemzetiségi németet választani, vagy hogyan zajlik az iskolában az élet, mire lehet felkészülni. Ezek a személyes kontaktust igénylő tájékoztatók sajnos most elmaradnak. Én arra tudom biztatni a tolnai szülőket, hogy legyenek még egy picit türelemmel, mert zajlanak még az egyeztetések a jogszabályokat illetően, illetve, hogy hogyan tudjuk pontosan megoldani a digitális úton történő beiratkozást, illetve hol lesz szükség feltétlenül személyes jelenlétre, de megpróbáljuk ezeket kiküszöbölni, hogy ne legyen. Tájékoztatni fogjuk a szülőket a www.vosinskiiskola.hu weboldalon. Ott fogják megtalálni azokat a lényeges információkat, amelyek a beiratkozáshoz szükségesek lesznek.